Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek. Ez az elfogadás, ez kétélű fegyver, nagy büszkeség nekünk, hogy ennyien jó szívvel gondoltuk tulajdonképpen erre a vállalatra is eljöttetek. Másik oldalon mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy 60-70-80 fős házi konferenciát, aztán 200-nál megfogtuk a fejünket, hogy Jézus Mária, hova fogunk beférni, aztán 400-nál már nem tudtunk már újabb embereket meg székeket elhelyezni, úgyhogy kicsit zsufisan ülünk, ezért kérem szépen, hogy legyetek türelemmel azért is, hogy nem itt bent ül valaki, hanem esetleg kint, és azért is legyetek türelemmel, hogy arra kértem az előadókat, hogy nyakkendő és zakó nélkül legyenek, mert előbb-utóbb be fog melegedni. Titeket is arra kérlek, hogy ha gondoljátok, akkor nyugodtan vegyétek le a vízzubonyatokat. Nem mindenki vette le. Mielőtt elkezdenénk a konferenciát, azt szeretném mondani, hogy mindnyájatokat név szerint nem tudlak üdvözölni, de három embert mindenképpen szeretnék köszönteni. Pompéri Béla, a Neumann János Társaság Információtechnikai Fórumának a tiszteletbeli elnöke, aki valahol ugye 93 évnél abba hagytam a számítást, de ő volt az első, aki bejelentkezett erre a konferenciára. Sok szeretettel üdvözöllek, Béla! A Számalk első számú elődje korban az Infelor volt, és az Infelornak volt két meghatározó alapítója, Rabár Feri igazgató és Pádár Gyuszi igazgató helyettes, és az ő özvegyeik, egyikőjük már megtisztelte a konferenciát, másik pedig rövidesen jönni fog. Őket is sok szeretettel köszönteném, és egy-egy virágcsokra szívesen átadnám. Akkor most az a dolgunk, hogy nekikezdjünk a konferenciának, és a konferenciát Kutor László, az ITF-nek a jelenlegi elnöke nyitja meg. Parancsolj, Laci. Tisztelt kollégák! Ünnepnap ez a mai. Néhány évvel ezelőtt az Informatika Történeti Fórumon elkezdtünk egy mozgalmat. Olyan nevet adtunk neki, hogy nagy hazai műhelyek. Tudtuk, hogy vannak nagy hazai műhelyek, de hogy ekkora. Az elmúlt időszakban azt tűztük ki célul, és ezt folytatjuk majd a jövőben is, hogy megszólítjuk a nagy hazai műhelyeket, fejlesztő, gyártó, alkalmazó, oktató műhelyeket több célból. Az egyik cél az, hogy szemtanukat arra bírjuk, hogy jöjjenek el ide a helyszínre, és az ő személyes nézőpontjukból meséljék el, hogy hogy alakult ez a szép szakma, hogyan fejlődött, hogyan jött létre. Ezeket a személyes interjúkat videóra vesszük, amit szeretnénk a jövőnek megörökíteni, megőrizni. A másik cél, hogy az ilyen összejövetel kapcsán kérjük, biztatjuk a nagy műhelyeknek a résztvevőit, alakítóit, hogy az emlékeiket papíron is rögzítsék. Mindenki átvetett majd szép könyvet, ami a jelen nagy műhelynek a történetét igyekszik összefoglalni. A harmadik fontos cél, hogy a kedves kollégák összetalálkozzanak. Lehetne talán mondani, ez a legfontosabb emberi egyik cél, ugyanis hát olyan sokan évtizedek óta nem találkoztunk egymással, és most lehetőség van legalább egy új kapcsolat felvételre. Eddig ilyen műhelyeket vettünk sorra, mint például a KFK-i, az SK-i, most van a Számalk, az Infelor, és az oktató műhelyek közül pedig most már a negyediknél tartunk, ami mához két hétre lesz. A hazai számítástechnika oktatásnak az összes fő műhelyét megkértük, azokat a személyeket, akik ott a kult szerepet játszották, élőszoban elmondták, hogy miért és hogy alakult úgy ez a szakma. Azt szeretném mondani, hogy ez az Informatika Történeti Fórum, ez továbbra is szeretné folytatni ezt a munkáját. Ha valakit érdekel ez a része a történelemnek, akkor tisztelettel javaslom, hogy itt a regisztrációnál adja meg az e-mail címét, elérhetőségét, ezentúl fogunk küldeni értesítést. Azt tervezzük, hogy az összes meghatározó hazai műhelyt egészen a nem túlságosan nagyokig is bezárólag sorba meg fogjuk szólítani, és kérjük az ugyanilyen tevékenységnek az összefoglalására. Mához két hétre lesz a Műszaki Egyetemen az az összefoglaló program, ahol a Műszaki Egyetemen a számításnak oktatás kezdetét fogjuk megismerni. Az összes kar, összes meghatározó személyisége eljön, és ugyanilyen tömören, mint ma, el fogja mondani, hogy hogy alakult a szakmánk.
Nagyon jó programot kívánok ma délutánra, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Viszontlátásra! Tisztelt kollégák, kedves barátaim, kedves munkatársaim, tisztelettel köszöntöm Önöket, ölellek benneteket, legnagyobb szeretettel nézem a számomra kedves ismerős arcokat, fiúkat és lányokat. A számok és jogelődjeire emlékező konferenciát ezennel megnyitom. Nézzék el nekem, hogy kicsit akadozom, meg ügyetlenkedem, borzasztóan meg vagyok hatodva. És ezt nézzék el nekem. Ez a nap számomra nem csak az emlékezésé. Mások mondták már, hogy ünnepnap. Én azt mondom, hogy számomra ez egy pirosbetűs ünnepnap. Meg fogják érteni, ha egy kis személyes kitérőt teszek. Ugye életkorom miatt hát a hétköznapjaim már egy jó idő óta, hát eléggé eseménytelenül telnek el, nem azt mondom, hogy szürkék, mert kedves családom néha színesíti, de hát a kapcsolataim meglehetősen leszűkültek. Még a rövid távú memóriám is megkopott rendesen, már néha elfelejtem, hogy miért küldött anyuka vásárolni. Viszont mióta tudok ennek a konferenciának az előkészületeiről is, kezembe kaptam a meghívót, meg a programot, azóta a hosszú távú memóriám szárnyalt. Hetek óta felvillannak előttem számomra kedves nevek, kedves arcok, események, és tulajdonképpen néhány hete újra élem aktív, tevékeny életem korszakát, amit önökkel együtt, sokukkal együtt éltünk meg. Visszaemlékszem a közös eredményekre, sikerekre, nyüglődésekre, bánatokra, ügyességekre és a saját ügyetlenségeimre vagy hibáimra, de minden esetre egy olyan korszakra, amit önökkel együtt éltem meg, és amire nagyon jó érzésekkel gondolok vissza. Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza az előszervezetekre, majd a számokra, ahol több mint 10 évet magam is eltölthettem, a Havas Miklósra, Weiss Juditra, több kiváló vezető kollégájukra és számtalan szeretnivaló munkatársra. Ezért öröm és ezért ünnep számomra, hogy önöket láthatom, felidézhetem, már majdnem azt mondtam, hogy fénykoromat, de hát ez nagy szerénytelenség lenne, de az önök fénykorát és az én hosszú-hosszú munkás életemet, ami önökhöz kapcsolódik, önökhöz fűződik. Kedves kollégák, ugye az előszervezetekről, a számokról erre hivatott kiváló kollégák fognak beszélni. Nekem azt engedjék meg, hogy néhány régi, nagyon kedvelt és tisztelt kollégáról emlékezzek. Elsősorban az Infelor első igazgatójáról, Rabár Feriről szeretnék emlékezni. Együtt tudjuk, hogy Rabár Ferenc egy tiszta szívű, tiszta fejű, ember szerető, olyan lény volt, aki vonzotta magához a szakma kiválóságait, ezért tudott olyan remek csapatot az Infelor működtetéséhez megszervezni. Szerintem Rabár Feri volt az a személy, aki az arcát soha nem vesztette, bárhova került, bármilyen funkciója volt. Mindig szeretettel és tisztelettel fogok rá emlékezni. Faragós Annyiról is szeretnék szólni, aki sajnos most nincs itt közöttünk, átmenetileg gyengélkedik, szívesen itt lett volna. Rajtam keresztül köszönti
a konferencia résztvevőit, és különösen a régi szeretett munkatársait. Ugye Faragó Sanyi mintegy 20 évig volt meghatározó személyisége a számítástechnikai oktatásnak, és ez alatt a 20 év alatt azt hiszem nagyon sok érdemet, nagyon sok barátot szerzett. Külön öröm számomra, amikor Faragó Sanyi más pályára lépett, akkor az Árda Saci vette át a munkáját, és ugyanolyan sikeresen mindazt továbbfejlesztette, a mai napig is lelkesen végzi a számítástechnikai oktatás munkáját. Azt hiszem, hogyha nem veszi rossz néven a Sanyi, az eredményeit annak is köszönheti, hogy tulajdonképpen mondhatnám, hogy a nagyon sikeres brit miniszterelnök Thatcher asszony legjobb magyar tanítványának is minősíthetnénk a mi Sacink. A Bálint Robiról is néhány szót mondanék, aki ugyan nem egy kiváló szoftvertudós volt, de egy remek szervező, egy roppant aktív, roppant tevékeny ember. Ő is képes volt, ahogy Robál Feri, ahogy Faragó Sanyi is, egy remek csapatot szervezni, hiszen tudjuk, hogy a számalkosok sok tízezer embernek adták át magas színvonalú tudást, az OSV, a Bálint Robiék pedig sok tucat vállalatnak, intézménynek biztosították a számítástechnika igénybevételét importgépekkel, üzembehelyezés előkészítéssel, a üzembehelyezéssel és további pátyolgatással. Ők és munkatársaik rendkívül sokat tettek ebben az országban. Azokban az évtizedekben, amikor ebben az országban az eszközszegénység volt a meghatározó, hiszen együtt tudjuk, hogy nem voltak kellő számban, kellő minőségben megfelelő eszközeink, de az önök szellemi gazdagsága, tudása, elkötelezettsége sok más jó intézménnyel együtt hozzásegített a magyar társadalmat, hogy fogadókész lett a rendszerváltás utáni eszközbőségre. Szerintem nyugodtan gondolhatnak arra, hogy önöknek is köszönhető, hogy ma már százával lehet ismerni, látni vagy hallani a vidáman e-mailező, internetező dédnagymamákról és nagymamákról. Hála önöknek! Még azt szeretném mondani, hogy beszélünk a múltról, de gondoljunk arra, hogy van jelen is. A számok név ma is érték. Havas Miklós és Zárda Saci ma is fennen lobogtatják a számok képzeletbeli zászlóját, és nagyon kérem, hogy ezt nagyon sokáig tegyék meg, bármilyen akadállyal, bármilyen nehézséggel találkoznak. Ennyit szerettem volna mondani, együtt ünneplek önökkel. Végtelen boldog vagyok, hogy nem csak gondolhattam önökre az elmúlt hetekben, hanem itt sokukat megölelhettem, meg puszikat is kaszírozhattam volna, és ez fantasztikus jó érzés. Engedjék meg, hogy mielőtt befejezném a köszöntőimet, egy bővített mondatot hadd mondjak a Neumann János számítógépes társaságról. Már 50 éves is elmúlt egyébként. Úgy gondolom, nem túlzás, ha azt mondom, hogy ha egyszer megírják a nagykönyvet, hogy hogy kell egy szakmai társaságnak, egy igazi civil szervezetnek működni, tevékenykedni, együtt tartani a szakmát, a szakmai intézményeket, akkor ez a könyv főként a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságról fog szólni. Őszinte elismerésem és őszinte köszönetem mindazoknak, akik valaha is működtették, szervezték, meg ma is működtetik, szervezik ezt a kiváló társaságot. Ennyit szerettem volna mondani, többet a Miklós nem enged meg, pedig az emlékeim, azok itt tolulnak előttem, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide, hogy önökkel itt együtt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattak.